a karcagi városházán tartották a Kunszövetség Egyesület Édes Hazánk, Arany Szabadságunk című a Jászkun önmegváltás 275. évfordulója alkalmából a Kis- és Nagykunság településein, valamint a Szorványkun településeken élő középiskolás diákok számára meghirdetett pályázat ünnepélyes eredményhirdetését. A megjelent pályázókat, a felkészítő pedagógusokat, a megjelent érdeklődőket a Kunszövetség nevében Pandur Zoltánné köszöntötte, s mint elmondta, sajnos a járvány sújtotta időben csak szűk körben ünnepelhetjük a pályázókat, akik vállalták a megmérettetést és az időt, energiát szántak a pályamunkájuk elkészítésére. Nem titok, ebben az évben nyilvánvalóan a furcsa helyzet, a koronavírus és a járvány okozta feszültségek miatt kevesebben indultak, de akik indultak, azok gyakorlatilag valóban az Édes Hazánk, Arany Szabadságunk című pályázatra arany értékű műveket adtak le. Remek pályázatok érkeztek be, illetve remek videópályázatot is láthattunk, ez egy új műfaj nálunk. Én úgy gondolom, hogy ha ilyen fiatalok pályáznak, ilyen ügyesek és ilyen jó pályaműveket nyújtanak be ilyen rendkívüli problémás időszakban, akkor bizony van remény. Bizony van komoly jövőkép, és én úgy gondolom, hogy ezért is jó mentortanának lenni. A karcagi Nagykun Református Gimnáziumból tisztelt kollégámmal, Magyar János tanár úrral mindketten indítottunk pályázókat, nagyon büszkék vagyunk rájuk, nagyon szépen szerepeltek, és pályájukhoz, jövőjükhöz minden jót kívánok. Eszély kategóriában 4, videófilm kategóriában 1 pályamű érkezett. Bár kevés pályázat érkezett, de a pályamunkák színvonala kárpótolta a szakmai zsűrit is a mennyiséghiány érzetében. 4 karcagi, aki mindannyian a karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulói, és 1 az érdi Szakképzési Centrum Kiskunlacházi Technikum és Szakképző Iskola diákjai küldött pályamunkát. A pályázatok bírálatát az Egyesület szakmai munkáját segítő szakmai tanácsadó testület tagjai, dr. Barta Júlia, dr. Nagy Molnár Miklós és dr. Varga Ferenc végezték. Nem volt egyáltalán egyszerű elkészíteni egyik pályázatot sem, hiszen azt gondolom, hogy egy olyan pályázati kihívásnak kellett megfelelni, amiben eddig még nem nagyon volt tapasztalatunk. Itt a tanítványomnak, Csontos Gergőnek a videó pályázatot tekintve nagyobb tapasztalata volt. Az év tanév végén már elkészített a külhoni magyaroknak egy külhoni magyarok által kért pályázatra egy nagyon szép videót. Azt gondolom, hogy ez nagyban segítette ahhoz, hogy ez a pályázat is összeálljon a Jászkun Redemció emlékévére. Nagyon önálló videópályázatot készített, nagy tapasztalattal rendelkezik. Nyilván a forgatókönyvet azt át kell beszélni, és amit kitaláltunk együtt, azt úgy gondolom, hogy teljes mértékben megvalósította. Az eszély pályázat az jóval nehezebb, én úgy gondolom, és szerintem ezzel mindenki így van, hiszen itt olyan források után kellett nézni, amelyeket nyilván hivatkozás formájában az etikus felhasználás tekintetében ezt el tudjuk utána, normálisan le tudjuk hivatkozni. Itt is átbeszéltük, hogy melyek lehetnek azok a részek, azok a témák, amelyek szerepelhetnek az eszében. És én azt gondolom, hogy a tanulás esetében pedig külön öröm az, hogy a családi vonalon próbálta bemutatni ezt a elmúlt 275 évet. A szakmai tanácsadó testület tagjainak és koordinátorának javaslatait figyelembe véve az Egyesület elnökségének döntése értelmében az első díjat Szendrei Nóra, a karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulója kapta. 30 000 forint díjazással. Mivel történelem az mindig is nem elsősorban állt a tantárgyak közül, és a történelem tanárom Pintér Zoltán mondta, hogy ez egy lehetőség lenne számomra, ezért bevállaltam. És vonzott maga ez akkor is, ez a történelmi háttér? Hát elsőnek nem, de utána elkezdtem kutatni, meg így jobban megismerni, utána igen. Csontos Gergő, Kovács Zoltán, a karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulói, valamint Mezei Viktória, az érdi Szakképzési Centrum Kiskunlacházi Technikum és Szakképző Iskola tanulója külön díj elismerésben részesültek. Személyenként 20 000 forint díjazással. Azért pályáztam erre az eszi pályázatra, mert szerettem volna egy kicsit többet megtudni a redemcióról, és hogy karcagon milyen hatása volt a redemció, és ezért pályáztam erre a
versenyre. És egyébként maga az esztő műfaja mennyire volt nehéz? Hát igazából annyira könnyű se volt, de azért meg lehetett írni. Hogyan készültél, miket olvastál hozzá? Hát a tanárom küldött nekem szakirodalmat, illetve én is kerestem könyveket, illetve az interneten is. És hogy érzed, sok új információval gazdagodtál? Igen, sok információt megtudtam az önmegváltásunkról. És valamilyen történelmi témájú könyvet olvasol-e? Tehát mik a kedvenceid, vagy a történelmet most csak így jött, mint a pályázat, vagy egyébként is kedvenced a történelem? A pályázaton kívül is szeretem a történelmet. Szoktam mindenféle korból olvasni a történelmből. És mondjuk melyik kor a kedvenced? Hát az ókor, ami érdekel, illetve a 21. század, 20. század. Mondjuk ez tényleg két messze lévő kor. Miért az egyik, és miért a másik? Hát igazából a 20. század, 21. században nagy hatása van a mostani eseményekre. Az azért is érdekel. Az ókor pedig azért igazából, mert ott is vannak érdekes események, amiket érdemes tudni az embernek. Ezen felül Csontos Gergő videófilm pályázatáért szintén 20 000 forint díjazásban részesült. Egyrészt nagyon vonzónak találtam ezt a témát, másrészt pedig nem ez volt az első pályázatom, az elmúlt évben is több pályázaton részt vettem. A csurgói középiskolák, református középiskolák diákkonferenciáján első helyezést értem el, illetve a Kuddiák eszéíró versenyen pedig második helyezést értem el, és a jövőben is van még kilátásban ilyen pályázat. Eszé és videó. Hogy fér össze a kettő? Tehát azért mind a kettő más-más technika, más-más felépítés. Melyik volt a nehezebb? Mindkettőnek megvan a maga varázsa, én úgy gondolom. Mindkettő közel áll a szívemhez. Nagyon szeretek videókat is készíteni, de ugyanakkor az eszét is szeretem írni. És azért azt tudjuk, hogy a család az mindig ott van mögötted, tehát nagyon sokszor a családból hozol alapanyagokat ezekhez a pályázatokhoz. Így van, most is nagyapámnak szeretném megköszönni, mert ő szerepelt a videópályázatomban, illetve Györfi Sándornak, aki a eszé pályázatomban szerepelt. A díjakat F. Kovács Sándor, a Kunszövetség elnöke adta át a pályázóknak és a felkészítő támogató pedagógusnak, dr. Pintér Zoltán Árpádnak és Major Jánosnak. Én azt gondolom, hogy a pályázók esszé és videófilm kategóriába pályáztak, tudományos igényességű műveket adtak be, pályázatokat adtak be, és hogy aki nem tudja, hogy középiskolás fiatalok készítették ezeket a műveket, azok rácsodálkoznak, hiszen tudományos igényességgel, alapossággal és érettséggel készültek ezek a művek. Én azt gondolom, hogy nem csak nekünk okoztak örömet, akik láttuk és olvastuk ezeket a műveket, hanem az utókornak is, és látni fogják azt, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki foglalkozik múltunkkal, történelmünkkel, hagyományainkkal, és ezt kész feldolgozni, kész utána járni, és ezt tudományos formában is már egybe tudja önteni. Én biztos vagyok benne, hogy új tudós generációt köszönhetünk itt ma Karcagon. És hát azt gondolom, hogy el is érték a célját ezzel a pályázattal, de jó lenne ezt esetleg majd valami honlapon megjelentetni, hiszen itt elhangzott, amit ön is mondott, hogy tudományos igényűek ezek a munkák. Így van, érdemes kiadni, vagy akár a kisfilmet megnézni. Inspirálja a többi fiatalt, a többi középiskolást is, hogy érdemes ilyen tudományos irányba haladni, tanulni, kutatni a múltunkat, kutatni településünk, régiónk múltját, mert örömet okoz nem csak annak, aki kutatja, hanem azoknak is, akik látják és olvassák, tehát mindannyiunknak.